Kevesebb zaj, nyugodtabb lakók, szebb, modernebb gyárépület. Új épület régi struktúrában, a Messernél. Alapvetően két cél vezérelt bennünket. Az egyik, hogy a környezetünkben élő emberekkel jó szomszédi kapcsolatot tudjunk kialakítani. Azt tudják, hogy a lakópark ránk épült, ezért különböző zajterhelésekre panaszkodva értek itt az emberek. Ezt fogja ez az új beruházás kiküszöbölni. A másik pedig, hogy egy 35 munkatársunk kap az új épületekben munkahelyet. Én azt gondolom, hogy vállalat számára a legértékesebb tényező maga a munkatárs. A Messer Hungarogász Kft. Váci úti központjában felújította az építészetileg is kiemelkedő értéket képviselő téglaarchitektúrás üzemcsarnokát. Az épületet ünnepélyes keretek között mutatták be a sajtó képviselőinek. Nagyon fontos, hogy a gyár és a város hogyan működik együtt. Azon túlmenően, hogy persze nyilván itt termelő tevékenységről, munkahelyekről van szó, adott esetben a város életében adóbevételekről van szó. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon fontos, hogy az együttműködés, a jó kapcsolat meglegyen. Itt most a Messer tekintetében elmondhatjuk, hogy ez meg is van. A cég társadalmi szerepvállalása az eléggé jelentős, támogatja az újpesti sportéletet, támogatja az újpesti kulturális és egyéb életet. Tehát azt gondolom, hogy fontos szerepet tölt be itt a város életében. A felújítással az üzemcsarnok visszakapta eredeti külsejét, és helyt ad egy új, világszínvonalú palasztöltési technológiának. A beruházó és a tervező A4 stúdió együttműködése is kellett a jó eredményhez. A technikai előnyei az egy teljesen új, modern palasztöltő technológia, amely gyakorlatilag a kor követelménynek megfelel. Az emberi tényező kizárva, egy DCS vezérelt technológia, amely biztos, hogy a minőségben tetten illető lesz a partnereink számára. Partnerek tekintettek minket végig. Tehát nem az történt, hogy beruházó megmondta, építész megtervezte és rajzolt fel, amit gondolunk, hanem egy valóban nagyon sokrétű, több évig tartó együtt gondolkodás végeredmény az, amit most látunk. Kiemelten fontos szempont volt a tervezés során a zajszigetelés is a környező lakóövezet miatt, hiszen a környéken lakók többször jelezték, hogy zavarja őket a gyártással járó zaj. Így az 1950-ben épült gyár is megszépült, modernebb lett, és a környékbeliek is elégedettek lehetnek. Egy gyár az mindig járhat olyan tevékenységgel, amely zavarhatja a környezetben élőket. Volt is panasz, ezeket a cég egyébként eddig is megpróbálta kezelni és orvosolni. Most ezzel a beruházással ezek a tevékenységek jelentősen kevésbé lesznek zajosak. Én azt gondolom, hogy ez minden tekintetben fontos, azon túlmenően, hogy tényleg valami értéket hoznak létre.